Jelenleg a 4-es számú tömegsír feltárását végzik a régészek a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Az ország különböző pontjairól érkeztek ide szakemberek a feltárási munkákhoz. A Szegedi Tudományegyetem antropológiai tanszéke 2020 ősze óta részese a Mohácsi tömegsír feltárási munkálatoknak. A feladat részben antropológiai kötődésű, tudtuk meg Párfi Györgytől, az ásatás antropológus vezetőjétől. Anatómiai rendezetlenségben, teljes káoszban találjuk a csontvázak nagy részét összekeveredve a gödörben. Őket megfelelő antropológiai, anatómiai ismeretek birtokában szét kell tudni válogatni, egyénekre kell tudni azonosítani, ami nem egyszerű feladat. Sokszor itt nem is végzünk vele, hanem a későbbi laboratóriumi vizsgálatok során kerül erre sor. De igyekszünk itt a maximális információt összegyűjteni és regisztrálni a csontvázakról, nemüket, életkorukat, betegségeiket, sérüléseiket, amiket csak meg tudunk állapítani itt a helyszínen, följegyezzük, dokumentáljuk, hogy aztán a laboratóriumi vizsgálatok során ezek ne vesszenek el, és kiegészítések elülessenek. Viszonylag könnyű helyzetben voltak a Janus Pannonius Múzeum régészei, ugyanis 1976-ban ezt a tömegsírt már feltárták. Pontosan lehetett tudni, hol, mire kell számítani, mondta Györfi Villám Zsombor, a múzeum régésze. Az első lépcső az, hogy a felső földréteget eltávolítjuk, ez történik még a viszonylag nagyobb szerszámokkal, esetleg gépérővel, és amikor elértük a vázszintet, a vázaknak a rétegét, akkor váltunk át a nagyon finom szerszámokra és finom eszközökre. Most éppen ez a folyamat zajlik. Illetve azért 1976-hoz képest egy hatalmas változás a dokumentálásnak a módja. Ugye itt lehet látni mögöttünk mérőállomást, illetve azt is, hogy számítógépen dolgoznak a kollégák. A dokumentálás az elsősorban fotó 3D alapú, tehát nincsenek már meg minden esetben azok a hagyományos papír alapú rajzok, amiket még abban az időben használtak. Nem csak csontok kerülnek elő ilyenkor, hanem egyéb tárgyi emlékek is. Olyan fémtárgyak, amelyek nem bomlottak le a közel 500 év alatt, tette hozzá a régész. Az emlékhely a Dunadráva Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik. Az őrszolgálat vezetője elmondta, mivel a terület kezelése az ő hatáskörükbe tartozik, ezért a Janus Pannonius Múzeum régészeivel, illetve a Szegedi Tudományegyetem antropológusaival megegyeztek, hogy ezeket a munkálatokat ők végezzék. Jelenleg a 4-es számú tömegsírnak a feltárása folyik. A teljesen ki van nyitva a sír, ezt lehet is látni, és hát a végső eredmény, vagy végső célunk az, hogy a 2026-os 500. évfordulóra ezek az emberek, akik itt a csatában próbáltak helytállni a betörő ellenséggel szemben, megkapják azt a végtisztességet, amit megérdemelnek. Ha ránézünk a sírra, lehet látni, hogy ez mindenféle kegyeletet nélkülöző módon temették el őket, és ezt szeretném mi megadni nekik 2026-ban. A másik cél az, hogy a felszínre hozott egyéb leletek és kutatási eredmények alapján a nemzeti kegyeleti szempontoknak megfelelően egy új kiállítást kívánnak létrehozni, melyet 2026-ban bemutathatnának az ide látogatóknak, tette hozzá az őrszolgálat vezetője. Annak ellenére, hogy komoly munka folyik a helyszínen, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely továbbra is fogad látogatókat. Az ott dolgozó régész szakemberek tájékoztatást adnak a munkálatokról.